A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin. Köszöntöm a nézőket, Szűcs Robert nevében is, Dombóvári Gábor vagyok. Remélem emlékeznek még a múltkori adásra, és azért merem remélni, mert nagyon sok visszajelzést kaptunk, azzal kapcsolatosan, hogy a paleoasztronomtikáról beszéltünk. És nagyon sokan, hát nem mondom azt, hogy kétségbe vonták, de megkérdőjelezték, hogy valóban a történelem előtti időkben, sok tízezer évvel ezelőtt, majdnem azt mondtam, hogy az emberiség hajnalán, de hát olyan sok hajnala volt az emberiségnek. Tényleg földön kívüli járművek voltak itt a földön, és nem csak beszéltünk róla, hanem lehet, hogy rossz a szóhasználat, de tárgyi bizonyítékokat is mutattunk, nem? Hát ha nem is tárgyi bizonyíték, de tárgyszerűen leírt bizonyítékokat mutattunk. Azokban az ősi iratokban, amelyikben itt bemutattunk, elbeszélgettünk róla, illetve be is mutattuk képileg, ott igenis szerepelnek olyan leírások, amelyekből egyértelműen azonosítható, hogy ezek földön kívüli lények, illetve földön kívüli űrjárművek voltak. Annyira plasztikusan, annyira egyértelműen fogalmazták meg, hogy ezt egyszerűen nem lehet félreérteni. Tehát erre tényleg nincsen semmifajta magyarázat, a hivatalos tudomány nem foglalkozik vele, az alternatív tudomány pedig megvan győződve, hogy ennél egyetemű bizonyítékokat nem is lehet felhozni a földön kívüliek létezésének. Ami még nagyon megfogja az embert ez ügyben, hogy nekem a kedvencem Ezékiel űrhajója, rendben van, de nem csak a Biblia, hanem a föld minden táján, szinte minden népnek, vagy a mitoszaiban, vagy akár a leírt könyvekben is, mert gondoljunk csak Indiára, vagy más országokra, vagy térségekre, hasonló módon, de mindig előjönnek a földön kívüli járművek és a földön kívüliek. Szóval nem lehet véletlen, mint a piramisok, azok se csak Egyiptomban vannak, hanem mindenhol a világon. Szóval nem lehet az véletlen, hogy egy időben, vagy bizonyos időszakonként mindenhol megjelentek. Nagyon igazad van, Gabi, és én úgy érzem, hogy érdemes lenne egy kicsikét rendet tenni a fejekben, mert most 2012-re részben ez egy nagyon zavaros időszak, hát azért mindenki tudja, itt van politikai válság, gazdasági válság, társadalmi, intellektuális, amit csak el lehet képzelni. De már nem sokáig bejön a világ vége. Azért mondom, és ráadásul már itt van, már mostantól számított 21 nap múlva most már itt a világ vége is, tehát hogy tényleg ilyen helyzetben vannak az emberek, de nagyon-nagyon keveset tudnak igazából valójában az UFO-król, földön kívüliekről, mert a legtöbb esetben csak úgynevezett ilyen bulvár híreket kapnak. Igen. Tehát kapnak egy ilyen nulla információ tartalmú, szenzációhajház beszámolót, és igazából nincs fogalmuk az embereknek most. A rendszerváltás utáni időszakban volt egy ilyen UFO-hős korszak, amikor tényleg a vízcsapból és a földön kívüliek folytak. Mert akkor már megengedte a hatalom. Megengedte a hatalom, így van, akkor volt a legendás Déri Jancsinak a nulladik típusú találkozások című műsora, amit akkor a legnagyobb nézettsége 4 millió fő volt. Hát te igen, tudod, mint tévészakember, hogy ennek a közelébe se tud menni most senki. Ha a felét elérik, akkor az már iszonytatlan rettetesen jó eredménynek számít. Akkor természetesen más volt a tévéstruktúra, nagyon kevés televízió volt, és amikor egy televízióban leadtak egy ilyen adást, az eljutott 2-3-4 millió emberhez, mert csak igen, azt az egy csatornát lehetett nézni. Manapság, mikor már több száz csatorna közül lehet választani, most már ezek az információk nagyon-nagyon elvesznek. És én azt tapasztaltam személyesen is, hogy amikor beszélgettem különböző emberekkel most, mondjuk 15 évvel később a hőskorszakban, vagy 20 évvel később, akkor borzasztóan kevés információval rendelkeztek. Tehát amikor mondtam ezeket a találkozás típusokat, akkor az emberek egy részének beugrott, hogy igen, a harmadik típusú találkozás című filmet láttam, de a többiről nem igazán volt fontos. Na de most ez azért van, mert megunták, ráuntak, vagy pedig egyszerűen most már az információ hiány teremtette azt, hogy eljutottunk odáig, hogy szinte megint el kell magyarázni mindent. Gabi, azt hiszem 3 adással ezelőtt, amikor a világ vége variációkkal foglalkoztunk, akkor a világ vége relatíve világvége bekövetkezésének az egyik lehetősége az, hogyha az információ robbanás. Igen. Tehát, hogy az emberek olyan irtózatos mennyiségű információval bombázzák az agyukat, hogy nem képesek feldolgozni, és ráadásul ez folyamatosan nő, ez az információ mennyiség. Ezzel a témával pontosan ugyanez a helyzet. Az internetnek hála, mert ez nagyon pozitív, igen, elképesztő mennyiségű dolgot sikerült felrakni oda, nagyon-nagyon-nagyon sok filmrész van, mindenki, amit megörekít, azonnal föl rakja a YouTube-ra, az ingyenes megosztó csatornára.
Ezzel viszont az van, hogy itt több ezer anyagot találsz az interneten, ellenőrizhetetlen anyagot, nem tudod megállapítani. Ha nagyon olyan vagy, akkor látod, hogy ez mondjuk esetleg ez csak egy filmtrükk, de azt is nehéz megállapítani. Ugyanilyen mennyiségű írásos információ van fönt, és egy átlag ember, aki azért érdeklődik a általában az ilyen megmagyarázhatatlan jelenségek iránt, nem tudja kibányászni belőle a lényeget. És nekünk most az lenne a cél, bocsánat, hogy két adáson keresztül megpróbáljuk megmutatni, hogy az első, ötödik típusú találkozások gyakorlatilag mit akarnak, és ez hogy alakult ki a történelem során, és hogy jutottunk el napjainkig. Na akkor álljon meg a jövésben is. Én álmomban találkoztam egy ufonautával tegnap előtt éjjel. Akarsz róla beszélni? Igen. Köszönöm. Náthás volt. Na most, én viszont most vagyok náthás. Elképzelhető az, hogy valamiféle tudatmanipulációval álmomban egy ufonauta megfertőz? Gábor Féde, ez nagyon aranyos, mert és ha tőled a nézők nem veszik idézővel téve komolyan. De az a baj, várjál, de az a baj, hogy azoknak a bulvár híreknek, ami erről a témáról megy, azok körülbelül így nézek ki nagyon szörnyű. És tényleg erről szól, tehát hogy megjelenik, hogy Juli néni, igen, most egy földön kívülével hát, és attól függ, elkapta tőle az akármicsodát, a betegséget, vagy most ez tényleg szörnyű, hogy, és akkor az emberekben igazából ez marad meg, tudod? Tehát, és ráadásul főleg, hogyha ez megjelenik egy nagy, valamelyik nagy kereskedelmi tévében, és látják 1 millió, 1,5 millió, akkor az emberek többsége ez marad meg, hát megint ez egy ilyen ostobaság. Na most én ezt nem véletlenül mondtam ám, és nem véletlenül mondtam azt, hogy ufonautával. Tudom, mert ott voltál a tényleg, hát én megvettem. Igen, ez rendben van, de nem véletlenül mondtam azt, hogy ufonautával álmomban, mert hogy ha már itt tartunk, hogy egy kicsit feleleveníteni a régi dolgokat. Ugyebár nem csak bulvárnap, hanem tényleg a mindennapi szóhasználatban is előfordul, hogy és akkor szembe jött velem az UFO, meg jönnek az UFO-k, és hirtelenjében elfelejtik azt, hogy az UFO, ugye minek a rövidítése, azonosítatlan repülő tárgy, mint object. Igen. Viszont az egy tárgy, maga az űrhajó. És nem az UFO jön veled szembe álmodban, amikor megsimogatja a fejed, hanem az ufonauta. Gabi, a helyzet még ennél is bonyolultabb, mert ez az Unidentified Flying Object az azt jelenti, hogy azonosítatlan repülő szerkezet, de az még mindig nem a földön kívüli űrhajót takarja, tehát még itt is van egy eltérés, mert amikor, ha valaki azt mondja, hogy nem hiszek az UFO-kban, azért végtelenül egy ostobaság, mert akkor abban nem hisz, hogy azonosítatlan repülő szerkezetek lehetnek. Annak a kifejezésnek az a lényege, hogy én az égen látok valami fajta olyan tárgyasult formában, tehát ez igazából egyébként nem fényekre, hanem tényleg az object szó ad a lényegben, amit mondtál, tehát hogy tényleg egy tárgyasult valamit látok az égbolton, akkor az egy első típusú találkozás, tehát akkor nekem azt észlelnem kellett, meg kellett látnom ezt a bizonyos dolgot. Most egyébként megint ez a szokásos valami, amikor ilyenekről beszélgetünk, megint teljesen elkeveredtem. Akartam kb. 3 dolgot mondani. Nem, egyszerre én rádnézek, és mondom a negyediket, szóval ez idáig rendben is van, de és most már másodszor mondom én is, hogy azért is hoztam szóba így az álmombéli ufonautát, mert amióta világ a világ, és amióta ilyen szóba kerül, akár társaságban, akár tudományos körökben, mindenki azt mondja, hogy én még soha életemben nem találkoztam földön kívüli lénnyel, legyen az ufonauta, kis szürke, nagy, hosszú, szőke, minden, és hát mindenki nagyon-nagyon szeretné. De amiért ezt most előhoztam, és lehet, hogy neked is ez volt a 3 után a negyedik gondolatod, hogy hát akik az űrben járnak, mert azért ezek az azonosítatlan tárgyak leginkább ott röpködnek, vagy néha a tenger mélyén, az űrhajósok. Nagyon-nagyon sokszor beszámoltak arról, hogy láttak amaszt. Most itt van ez a Mitchell nevű űrhajós, ezt te tudod jól, vagy jobban, aki állítólag látott ilyesmiket. Nekik se hisznek? Nem, és ő is csak lényegesen később, tehát mit tudom, 20 évvel később mert erről egyáltalán beszélni. Azóta egy nagyon elhivatott ember, nagyon-nagyon fölvállalja. Volt egy-két kellemetlen, valami riporter mondott neki, valami gúnyos, és benyomott neki egyet, mert annyira fölbosszantottam, mert majdnem azt mondta, hogy egy ostoba vén ember ilyen hülyeséget beszél, tehát így kezelik a témát egyébként. De ő azt állítja egyébként, hogy ő saját maga, mert hogy őt azért tudni kell, hogy ő eljutott a Holdra, tehát azért ez egy nem kis feladat volt. Ez az ember azt állítja, hogy látott ilyen dolgokat, beszélt olyan emberekkel, akik láttak ilyen dolgokat, és ő meg van róla győződve, hogy folyamatos megfigyelés alatt állunk, folyamatos a kapcsolat, és a Holdon rengeteg-rengeteg sok földön kívüli
bázis található. Bocsánat, ezért igen. lesz majd az, hogy a jövő évben legalább 3 adást majd annak fogunk szentelni még az év elején, hogy bemutatjuk a naprendszernek a titkait, hogy mik lehetnek és hol lehetnek azok a járművek, amit űrhajósok láttak, távcsővel láttak, illetve a felderítő szondák értékeltek. Én annyira nem ugranék előre, de egy picit előreugrok, csak azért, hogy nehogy elfelejtsük. Megnézzük akkor, hogy mit mond az űrhajós, mit mond Mitchell, és aztán pedig, mert hogy felvállaltuk azt, hogy elmagyarázunk bizonyos dolgokat, vagy legalábbis közelebb hozzuk a nézőkhöz, hogy az első, második, harmadik, stb. Típusú találkozások tulajdonképpen mit jelentenek. Na jöjjön akkor Mitchell. They obviously have a different body configuration than we do, and the little grays, that's the most prevalent one. He walked on the moon. Tonight, he says, aliens are among us. Former astronaut Lake Worth resident Edgar Mitchell has raised some eyebrows and ruffled some feathers with his claim. Tonight, News Channel 5's Tim Malloy goes one-on-one with this true believer. With his beloved terrier in his lap in his comfortable Lake Worth home, he could be a retired insurance salesman. But take a look at Edgar Mitchell's wall, his photo gallery, that picture taken on the moon, February the 6th, 1971. What more can an explorer want than to be where humans have never been and to observe, gather your data, go back and tell the people? Ed Mitchell can captivate you talking about his 9-hour and 17-minute moonwalk. It was a record. But there's something else he'd like you to know. I don't know how many or where or how they're doing it, but they've been observing us and here for quite some time, and we see these craft all the time. Ed Mitchell is a straight talker and a true believer that we are not alone. I believe what I'm saying, and I cite the evidence that I know. He says that the government he served in the military and as an astronaut is perpetuating cover-ups of alien sightings, going all the way back to the legendary 1947 Roswell incident, an alleged alien spacecraft crash where remains were allegedly recovered. The reason for the denial was, number one, they didn't know if these were hostile and could we protect ourselves from them. Didn't want the Soviets to know, so they devised to lie about it and cover it up. Mitchell is unbothered by critics who think the guy with the right stuff has taken a wrong turn. He has no doubt there are alien craft observing Earth right now, and many more out there looking for us. How many civilizations could there be, or do you believe there are out there? Billions. We've got billions and billions of stars in a galaxy and billions of galaxies. And it doesn't take but a few planets around a few stars to have quite a few civilizations. Dr. Mitchell is one of only 12 people who have walked on the moon. He says he has never personally seen an alien, but believes the people who say they have. Ilyesfajta találkozások, már nem a Holdon, hanem egyáltalán, létrejöhettek éppen a korábban elhangzottak értelmében, vagy szerint, az őskortól napjainkig. Ez azt jelenti, hogy első típusú találkozások ilyen 100 000 millió éve léteznek? Hát az az igazság, hogy értelemszerűen az ősidőkből nem lehet beszámolnunk róla, mert nem igazán maradt fent, de találtak például olyan barlangrajzokat, amin a barlangrajzok olyan objektumokat rajzoltak föl, véstekkőbe, bocsánat, ami feltűnően hasonlít egy repülőcsészajhoz. Tehát képzelj, egy ilyen klasszikus ábrázolás is van, 3 kis lába, lehetséges, hogy ez valami ősi szimbólum volt. Most annak az egybeesése, hogy ott valaki pont egy ilyen szimbólum, hogy csináltam, úgy néz ki, mint egy földön kívüli űrhajó. De az, bocsánat, nem tavaly festették oda, nem, nem, az, mint egy 40 ezer évvel ezelőtt került oda, igen, vagy 100 ezer, így van, tehát nagyon-nagyon-nagyon az őskorba. Ha onnan elkezdünk visszajönni, akkor a következő időszak volt az a paleoasztronautika, amiről beszélt az előző két adásban, amikor tényleg átvettük, hogy az ősidőkben, történelmi időkben kik járhattak, miért járhattak, mit keresek itt a Földön, de utána napjainkig, és most vegyük egy olyan időszakot, mondjuk, hogy a második világháborúig bezárólag, rengeteg sokat első típusú találkozásoknak olyan következményét látjuk, hogy mondjuk van egy festmény, amin valaki az emberek fölmutatnak az égboltra, megörökítette maga a festő, hogy az emberek mutatnak föl, és ott van valami repülő szerkezet. De várjál, bocsánat, találkozásoknál mindig arra gondol,
a legtöbb ember, hogy az első típusú, de találkozás, tehát valakivel találkoztam, de most nem erről van szó. De ez igazából az, Gabi, én találkoztam. Na, képileg. Igen, de az az illető abban a korban, ami aki ott volt, aki a képet csinálta, ő találkozott egy ilyen valamilyen objektummal, de ezek rajta vannak falikárpitokon, rajta vannak különböző ilyen krónikákban, kódexekben szerepelnek, tehát nagyon-nagyon-nagyon sok nyoma van addig az időszakig. Onnantól kezdve már beszélhetünk arról, hogy onnan dokumentálták ezek az eseteket, onnan már megörökítették ezek az eseteket. Igaz, mondjuk még a második világháború előtt, tehát a 20. század első felében született már néhány olyan fénykép felvétel, amin utólag felfedezték, hogy valami oda nem illő tárgy, tehát egy korong alakú tárgy, vagy valami látható. De miután 1947-ben klasszikus Roswelli eset, aminek UFO katasztrófa, amiről szintén majd egy adást szentelünk, onnantól kezdve már elkezdték dokumentálni, onnantól kezdve odafigyelnek rá, onnantól kezdve katalogizálják a fényképeket, feldolgozzák, és onnantól kezdve megszületett első, második, harmadik, negyedik, és most későbbiekben még az ötödik típusú találkozásoknak a kifejezése. Ennyi van összesen? Ennyi van összesen. Az első az azt jelenti, amikor látok egy azonosítatlan repülő szerkezetet, de ezek egyébként a maga kifejezés az úgy kezdődik az angol nyelvben, hogy close encounters, ami azt jelenteni, hogy közeli. Igen. Tehát igazából, hogyha az égbolton látok egy fényfotót, ők nem számították még bele, hanem az, hogy egy érzékeleten látom, hogy ez egy anyagi táj, tehát nem csak egy fényesség. A második, amikor ez a jelenség valami fajta nyomot hagy, tehát lát egy leszállási nyomot, sugárzást lehet mérni, vagy bármi. Kiég a fű, vagy bármi. Kiég a fű, így van, nagyon jó. A harmadik, amikor már látom közvetlenül az földön kívüli űrhajó, ez már nem UFO, ez már egy idegen űrhajó, egy földön kívüli űrhajó, látom a földön kívüli lényeket valamilyen formában. Kiszáll az űrhajóból, kapcsolatba kerülök, akár már kommunikálunk. Következik a negyedik típusú találkozások. Ez a harmadik és a negyedik típusú találkozás, ez lesz majd a következő műsorunkban, tehát ezzel foglalkozunk. A negyedikben általában orvosi vizsgálatot, szexuális jellegű eltérítéseket jelent a hölgyek esetében, és hát ez egy nagyon-nagyon ismert terület volt az elmúlt 15 évben, és jön az ötödik, ezt már nagyon sokkal később alapították meg, mint az első hármat. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a halállal végződő esetek, tehát az olyan esetekről beszélünk, amikor a földön kívüli találkozásnak a következtében valaki életét vesztette. Agresszív földön kívüliek jöttek. Nem, Gabi. Vagy a földön élők voltak agresszívek és védekezésből. Igen, ez majdnem, hogy így néz ki egyébként, de nagyon érdekes. Na, bocsánat, egyébként csak egy félmondat, filmeken lehetett látni, hogy megjelenik az idegen lény, tök mindegy, hogy milyen formában, és akkor nem Amerikára gondolok csak, hanem bármilyen filmre, meglátja a földi ember, ott jön valami, nem stimmel, vagy valaki, puff, rögtön rálő. Igen, hát mondjuk azért az embereket igazából sokkolták azzal, mert pont a fordítottjával, tehát érkeztek idegen lények, hogy utoljára 1970-ben az IT, a kis botanikus tökögött itt ide, és barátságos szándéka növényeket gyűjtött a földön, 1994-ben már egy 25 kilométeres űrhajó szállt le fölé, és a világ 40-es fölé, és minden szétbombáztak. Igen. Igen. Tehát azért most már egy kicsit agresszívnek festik le, de ezek a dokumentált esetek, Gabi, ezek még nem ilyenek, hanem olyan például, amikor egy Mantel nevű pilóta elkezdett üldözni egy UFO-t, fölemelkedett nem tudom milyen magasságba, aztán lezuhant, mert utána repült. Tehát ezek olyan eseteket jelentenek, amikor ez az egész a pilóta halálával végződött, de nem az UFO-nak a hibájából, hanem valószínűleg a pilótának a hibájából. Tehát nem agresszív földönkívülekről van szó. Elvégben ide lehetne, bocsánat, azt is mondjuk az ilyen bolynak mindenkinek állatcsont, kitások, tehát találtak rengeteg szarvasmarhákat, meg ilyen állatokat, amiket sebészi pontosággal fölvágtak, és bizonyos szervéket elvitték, tehát ezek is oda tartoznak. De a gabonakörök is ide tartoznak? A gabonak nem, a gabonakörök az a második típusú találkozás, tehát az a valami, mert hogy ott vannak a nyomok, tehát hogy a földön kívülek valamilyen módon üzennek, és nyomot hagynak, és a gabonakörök az tartozik a második típusú találkozásban. Most IT mindig így csinált, ugye, az ujjával, és én is így csinálok, és akkor légy szíves, mondd meg, hogy Denverben mi történt, vagy nézzük meg, hogy a Denverieknél egy viszonylag jól dokumentált, az ottani kinti televízió miképpen dolgozta fel az esetet. We're revealing a mile-high mystery in the Denver sky. A strange object caught on camera flying over the city and nobody, I mean nobody, can explain what it is. Whether you believe in UFOs or not, you'll want to see this video.
Fox 21 Denver investigative reporter Heidi Hammett is here to explain. Heidi? Well, when I first saw this video, I have to admit, I was skeptical. One of our viewers first alerted us to this unusual object that appears to launch and land in the metro area. Tonight, an aviation expert tells us it's unlike anything he has ever seen. It's not a bird. You're going up and up and up. It's not a plane. Here it's flipping around. Even this aviation expert is mystified. I can't identify it. We first learned about these strange sightings when this metro area man, who does not want to be identified, brought us his home video. You're going to see a little burst of fire right there, kind of a thruster. He captured the images on his digital camera from a hilltop in Federal Heights, looking south towards downtown Denver. Mile High is right about here. He says the flying objects appear around noon or 1 p.m. at least a couple of times a week. You're going to see it come in from the top, do a little loopy-doop. The strangest part is they are flying too fast to see with the naked eye. This is the video in real time. Poof, see it? That was it. But if you slow it down frame by frame, it's there. We altered the color contrast to help you see it. Here's another one in real time. This is what it looks like slowed down. We wanted to verify that the video we saw was legit, so our photojournalist came out here with his camera. He set up in the same spot on 84th and Federal, and he shot video from just before noon until just after 1. And when we slowed down our photographer's video, we saw this flying object. I would consider myself an expert. Aviation expert Steve Cowell is a former commercial pilot, instructor, and FAA accident prevention counselor. It's very strange. He thought he would have a logical explanation until he watched the video. That is not an airplane. That is not a helicopter. Those are not birds. I can't identify it. Cowell told us he knows of no aircraft that flies as fast. Because of the speed of the object, most people, I think, would miss it. Cowell did say there is one other possibility. Perhaps there's some sort of debris that's being raised up by some of the atmospheric winds. But in his professional opinion, as it fits the definition, it's an unidentified flying object. The FAA tracks all air traffic in Colorado and across the country. The FAA sent us a statement saying, "We've checked with air traffic control and no one has had any reports of the activity you describe, nor have any of our employees observed anything of this nature either visually or on their radar displays." The North American Aerospace Defense Command is located in Colorado Springs. It keeps an eye on the skies in case of an air attack against the U.S. NORAD sent us this statement. "Our command center reviewed their records and they did not have any noted air activity in the Denver area during the times you indicated." There's the smokestack. The man who first brought this to our attention believes the UFOs are launching and landing near 56th and Clay in Denver. A map shows only homes in the area. So is it a UFO, a secret military test, floating debris? The answer is anything but clear. It appears to be a mystery in the sky, a mile high. You can see that video again and post comments about it on our website, KDVR.com. And if you have any ideas about what this might be, email us at tips@KDVR.com or call our tip line, 303-566-7755. And it's not a bug. People keep saying it's a bug. It's not a bug. That was another one that he said. Definitely not an insect. So, and it's and how long has he been watching and how long has it been there? This guy has several different shots of it. He says he captures it in one way or another at least a couple times a week around noon or 1 p.m. every day. And some of them you can't see as well, others you can. And we just picked the ones that look. And he's been doing this for months? Yeah, this has become an obsession of sorts. I'm sure our viewers will call that line with a number of tips. I'm sure they will, but don't say bugs because it's don't not say that. Bug, don't say bird. it's not a bird. No. It's not a plane. And this aviation expert knows what he's talking about. Azt azért nem mondom, hogy oda küldjenek e-mailt, de minden esetre lájkoljuk az adást, és akkor jöhet a komment. Hát a Denverről annyit kéne tudni, mert ugye Denver fölött történt. Denverben van egy nemzetközi repülőtér, amin
egy másik repülőtér mellé építették fel, láthatóan semmi funkciója nincs. A világvége elmélet hívőinek meggyőződése, hogy ott lent van egy nagyon titkos bázis, az biztos, hogy építettek oda legalább 10 szint mélységben, vagy 7 szint mélységben valami hatalmas nagy bázist. Az azóta is ott létezik, és nagyon-nagyon sok ember, nagyon sok ismert ember, aki a világon mindenki ismeri, ott kezdett el telket, házat vásárolni, többek között mondjuk az angol királynő. Tehát megvannak róla győződve az összeesküvés elméletben hívők, hogy igenis ez az a terület, ahova valamiért ott védelmet fognak élvezni, le tudnak menni azokba a földalatti bázisokba, amik egyébként, és ez majd szintén érdemes talán egy teljes adást szentelni rá, behálózzák az egész Egyesült Államokat, pontosabban azok az utak, amik összekötik őket. A tehát itt lehet a föld alatt, lehet közlekedni a bázisok között, így van több száz ilyen bázis. Is van, és ez emberben ez azért van, mert ott van egy olyan nagyon központi lejárat, ahova esetleg egy világvége esemény kapcsán ezek az ismert és kiválasztott emberek le tudnak menni hát a földalá. Majd jövőre. Na most ez azt jelenti, amit most elmondtál, hogy nagyon sokan, és tényleg a világ vezető emberei, hogy így mondjam, komolyan veszik. Mások, a tudomány nem veszik komolyan, és azt mondja, ugyan lufi, meg mit tudom én, mi röpködött, nem is érdekes, de mégiscsak valahol komolyan kell venni, hogyha már a tűzoltókat is kiképzik katasztrófa esetén. Hát ez nagyon régi probléma, Gábor. Mi egyébként az 90-es években, amikor az UFO jelenségről van szó, akkor megkérdeztünk, elmentünk, egyik munkatársunkat elküldtük a katasztrófa védelemhez, az összes ilyen szervezetet, hogy ők mit tennének akkor, hogyha valami ilyesmi jelenséget tapasztalnak. És a lényege az volt, Gabi, hogy nem az UFO az maga egy azonosítatlan repülőszerkezet, ha leszáll oda valami, akkor is oda kéne figyelnünk, mert lehetséges, hogy ami leszáll oda, az egy idegen kémrepülőgép, de persze. A katasztrófa védelemnek igenis feladata, hogyha leszáll oda valami fajta jármű, akkor lehet, hogy sugárzása van, tehát tényleg meg kéne oldani. Amerikában ezt a dolgot valóban, hogy mondtad, sokkal komolyabban veszik, és éppen ezért a tűzoltókat többek között arra is kiképzik, hogy mi a tendő akkor, hogyha UFO-t látnak, vagy valami földön kívülek érkeznek ide. Na lássuk mi is. Sounds like something out of a movie, UFO encounters here on Earth. But that's exactly what firefighters are now training for. Only on ABC 15, Christopher Stein shows us the disaster guide we'll be talking about. Sightings like the Phoenix Lights have generated questions and made believers out of skeptics. And this 600-page guide may lend credibility to UFOs. It's the Fire Officer's Guide to Disaster Control and said to be found in firehouses across the U.S. The book covers everything from fires to floods, but it's chapter 13 that takes an unusual twist in firefighting techniques titled Enemy Attack and UFO Potential. It would not be remiss to give some thought to the part that fire departments might play in the event of the unexpected arrival of UFOs in their communities. The book, written by two retired firefighters, addresses what first responders could encounter. You may have engine trouble upon approaching the scene, and radio contact could be lost with your dispatcher. If at night your headlight could go out, the city could be blacked out, and your portable generators may malfunction. No, this took me by surprise. Believers like Jim Mann see the book as an opportunity. This is a real phenomena that we should deal with. We should deal with seriously. So, is it for training purposes, or is it enough to warrant a UFO education red alert? This is something that could really happen in our lifetime. It even asks, how do you treat injured aliens? Are first responders aware of the potential physical injuries? Some fire chiefs have little confidence in disaster plans, especially those dealing with UFOs or enemy attack. We contacted several fire agencies regarding this book, and some even called us. However, not one admitted to using it for training, although some are aware it exists. Yeah, you know what, Chris? It just shows you that serious professional people are starting to take this whole subject of UFOs and ETs, they're starting to take this seriously. Jim Mann investigates sightings and encounters for the mutual UFO network known as MUFON. This is a real threat to this planet. MUFON has its own investigative guide seen here publicly for the first time. And I don't think we're crackpots. I think that we're just people that want to be aware of what's going on. We don't know where we came from. We don't know where we're going. And one of the authors of this book says many people miss the point regarding that chapter in UFOs, saying previously, quote,
Whether they exist or not is not the issue. It's the perceived existence which creates the potential for panic, injury, and even death. Szó volt itt ebben az összeállításban arról, hogyha tényleg bekövetkezik egy ilyen esemény, akkor leáll az autó motorja, megszakad az elektromosság, aztán az jutott eszembe, hogy volt ilyen bizony, hol hóvihar, hol valami miatt, például New York fele sötétbe borult, leállt a metró, és még sorolhatnám, és akkor bulvárlapok megírták, hogy itt valami beavatkozás lehetett. Egyik bulvárlap földön kívüliek, másik bulvárlap a tőzsdecápák, csak azért, hogy a tőzsde is megbénuljon. Na most, de azért valamiféleképpen tényleg komolyan veszik ezt a felkészülést. Hát Gabi, most képzeld el egyébként, hogy tényleg Magyarországon, itt Budapest környékén ne legyen a belvárosban, valahol tényleg leszáll egy ilyen egység. Arra azoknak az embereknek, akinek ez a feladatuk, fel kell készülni. Igen. A filmben is utaltak rá, de hát milyen lehetőségek lehetnek? Elképzelhető, hogy ez egy idegenfelderítő jármű, de lehetséges, hogy egy, valami fajta sugárzása van. Tehát a területet le kell zárni, mert megfertőzheti. Igen. Kettő, magával hozhatott valami fajta olyan idegen vírusokat, ami szintén halálosak az emberiségre nézve. Igen. Elképzelhető, hogyha egy kicsikét ilyen szifisebb variációt veszünk, hogy ez a idegen űrhajó, ez esetleg valami fajta agresszív célra érkezett. Tehát lehetséges, akár automata, akár emberek ülnek benne, tehát valami fajta ilyen feladatot akar végrehajtani. Most ebből következően mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ne ott kelljen rögtön. Én biztos vagyok benne, hogy valamilyen formában magyar katasztrófavédelemnek, vagy Magyarországon esetleg van egy speciálisabb szervezet erre. Titkosítva. Biztos titkosítva, biztos, hogy megvan erre a forgatókönyv, mert nem azért, mert tényleg nincsen Gabi, nincsen semmi fantazmagória. Meg kell lenni, hiszen nem érheti teljesen bátran az embereket, ott állnánk szembe, és mindenki fűhöz fához kapkodna. Erre igenis, erre a dologra fel kell készülni. Már csak azért is igazat adok neked, nem mindig, de most igen. Köszönöm. Mert ha felkészülünk, vagy megpróbálunk felkészülni egy földrengésre, teszem az Balaton Szárszón, csak eszembe jutott, és lehet, hogy 150 évig nem lesz ott földrengés, sőt valószínű, vagy akár egy tűzhányó kitűrésére. Szóval bármire, valamiféleképp fel kell készülni. Hát akkor éppen erre miért nem? De Gabi, hát hogyha ez bármilyen szituációra ez van. Na. Tehát hogyha minden ilyen váratlan helyzetnek meg kell lenni a forgatókönyve, főleg akkor, amikor valószínűleg tartják, hogy bekövetkezhet egy ilyen, és utalnék az előzőbe, amikor a Edgar Mitchell elmondta, hogy milliárd és milliárd csillagrendszer van, milliárd és milliárd. Hát szerintem, Gabi, egy átlagember igazából, miután hogy nagyon kevés tudományos ismeretterjesztő csatornát néz, nem tudja, hogy a mi kis tejútrendszerünkben létezik 400 milliárd csillag, tehát olyan csillag, mint a mi napocskánk, hasonló legalábbis, de ebből az ilyen galaxisból, mint a miénk, a becslések szerint van 10 és 100 milliárd között. Tehát, ha minden egyes olyan galaxisba, amely egyenként 400 milliárd csillagot számlál, minden egyes galaxisba egyetlen egy helyen, mint itt a Földön kialakult az élet, akkor a világegyetemben 10 milliárd, illetve 100 milliárd helyen alakulhatott ki az értelmes élet. Nem az, hogy valami fajta mikrobák, hanem az értelmes élet. Nagyon komolyan kell venni azt is, hogy ami a Föld nevű bolygón végbe ment, valamilyen máshol is megtörténhetett. Azt szokták erre mondani, megint lenne egy első típusú találkozásra, oda be lehetne sorolni igazából azt is, hogy rádiójeleket, tehát kommunikálunk, próbálunk az űrből venni jeleket. Hát ott a SETI. Így van a SETI program, de az emberek nagyon nem tudják, ezt sem tudják igazából, hogy jelenleg a SETI antennarendszernek, illetve a többi ilyen rádiós antennarendszernek a hatótávolsága körülbelül 100 fényév. De mi azt, hogy fog valamit, az kiderül? Várjál, de 100 fényévnyi távolságból tudná fogni, mert egyszerűen nincs meg, a jelen pillanatban nincs meg az a technológiai fejlettségünk. Ez azt jelenti, hogy mi saját tejútrendszerünk, az körülbelül 100 ezer fényévnyi, egy ilyen lapos UFO alakú egyébként, csak mondanám, egy klasszikus csészehaj alakú valami, aminek a magassága 6000 fényév, az átmérője körülbelül 100 ezer fényév. Ebből százat tudunk, ez egy olyan nevetséges, tehát hogyha egy kicsikét távolabbról érkezik, hát olyan gyenge már az a jel, hogy nem lehet feldolgozni, ez az egyik. A másik pedig, amire más összefüggésekből beszéltünk, hogy amikor megemlítettük, hogy a múzeumokban több millió olyan lelet van, amihez hozzá se nyúltak, a SETI-nek több millió órányi olyan felvétel van, amit még nem sikerült feldolgozni, mert ezeket megpróbálják egyébként például a SETI keretében szétosztani az emberek között és venni. Tehát egyelőre ezért is kicsi az esélye, hogy ilyen jeleket kapunk, de kaphatnánk
földön kívüli gyereket. Az előbb, mikor itt mutogattam, tudod, mi jutott eszembe arról, hogy tényleg felkészülni. Azt hiszem, de erősíts meg, vagy cáfolj meg, hogy éppen Oroszországban van egy olyan rendkívüli helyzetek minisztériuma. Hát akkor az oroszok már nem hogy a spájzban vannak, hanem előbbre vannak egy kicsit. Így van, persze, mert ők azért jobban felkészülnek ezekre a dolgokra. Tehát ők úgy gondolják, hogy lehet néhány olyan váratlan szituáció, és náluk is megvan értelemszerűen. Hát az Oroszországban legalább ugyanannyi rendkívüli eseményről számoltak be, legalább ugyanannyi titkos kísérlet zajlott, az oroszoknak megvolt, vagy az egykori Szovjetuniónak, most az oroszoknak ugyanúgy megvoltak a maguk UFO programjai, Csészai programjai, ott is voltak UFO katasztrófák, tehát gyakorlatilag Oroszország nem volt kivétel, csak ők a társadalmi berendezkedésünkről fogva a régiből, ők ezt komolyabban vették, és tényleg hoztak egy ilyen minisztériumot, aminek csak és kizárólag az a feladata, hogy az ilyen helyzeteket megpróbálja kezelni. Na menjünk tovább még itt az első, hogy aztán eljutunk talán a második típusra. Hát reméljük, hát az már nincs olyan messze. Hát például az első típusú találkozásokra még annyi kellene, hogy az elmúlt, most maradjunk mondjuk csak az elmúlt 20 évben, jó, vagy 25 évben. Valami elképesztő döbbenetes számú ilyen észlelés történt. Azért mondtam, hogy maradjunk az elmúlt 25 évben, mert az elmúlt 25 évben, vagy inkább az elmúlt 15 évben fejlődött a technológia arra szintre, hogy gyakorlatilag mindenkinél vannak olyan eszközök, amik alkalmasak erre, hogy ezt rögzítsék. Mobiltelefon, ott van a mobiltelefonban, benne van a mobiltelefonban, már van, amelyikben HD kamera van, olyan minőségű felvételt tud készíteni. Régebben, amikor az embernél ott volt a fényképezőgépe, nem volt benne egy megfelelő minőségű, hogy az ASA, nem tudom, százasra, vagy nem tudom, a film, igen, ja, a vagy nem volt benne, vagy a fényérzékenység, igen, nem az volt benne, nem tudott erről egy felvételt készíteni. De még a 90-esek közepén sem volt ez, tehát akkor is csak néhány embernek volt ilyen dolga. Most a mobiloknak a elképesztő mértük elterjedésével gyakorlatilag az emberek rendőrbb részén rendelkezik ilyen dolgokkal. És egyre többen és hordják is, már csak van. Azért is, hogy a kátyúban megy a kocsival, le tudja fényképezni a biztosítója. Úgyhogy viszi a fényképezőgépet. Így van, most ezekkel elképesztő mennyiségű dolgot rögzítenek. Emlékszel, amikor ilyen nagyon-nagyon sem mondtad, hogy itt ül, én vagyok az ember, aki már videózott UFO-t, hogy nekem is volt olyan élményem, és ez egy klasszikus első típusú találkozás, amiben az volt az érdekes, Gabi, hogy én soha életemben nem próbáltam UFO-kat vadászni, de akkor én lelkes amatőr videós vagyok, és akkor én úgy éreztem, hogy ki kell mennem a kertbe, egy kis családi házban lakom, ki kell mennem a kertben, és a fák között az égboltot kell filmeznem. Ne kérdezz, hogy miért. Igen. Megvan ez? Megvan, bemutatjuk meg is majd egyik mutatni? Adásban, meg is tudjuk mutatni majd egy egyik adásban. Egy félperces összeállítás, pontosan látszik felhők alatt egy ilyen kis pörgő kis objektum, amiben igazából engem, miután nem tudtam azonosítani, és ez számomra egy UFO marad, de ez inkább, bocsánat, ez inkább egy csészajhoz hasonlít, tehát nem úgy azonosítottan, de én úgy gondolom, hogy azért ezt még ki lehetne elemezni, de amit mi csináltunk vele, ami odáig jutottunk el, hogy valóban lehet látni, hogy a közelebbi egy fa lombozatán keresztül ment, lehet látni, hogy azok életenek, tehát hogy az éleség tényleg oda távolra volt állítva, tehát egyértelmű volt. Engem az fogott meg, hogy miért kellett akkor oda kimennem, menned. És ha én 2 perccel később megyek, akkor már nem látom, ha 2 perccel hamarabb, tehát bármikor kimentem volna, nem. Pont abban a, mit tudom én, 45 másodpercben az a valami ott volt az égbolton. Ez lehet, érdekes. Lehet, hogy Robi az ágak között egy mókus lát. Igen, nem, nagyon szóval szépen köszönjük, Domovádom, nagyon szépen nem köszönjük. Nem akarom elviccelni a dolgot, kösz. Egy repülő mókus fönt a felhők alatt? Ez egy igen. Érdekes dolog egyébként, ez egy egyedi megközelítés a témát. Na, szóval jön itt mindenféle összeállítás még. Melyik következik? Hát én szerintem nézzük meg egy összeállítást, egy mixet arról, hogy tulajdonképpen az emberek mit láttak, mit érzékeltek. Én őszintén megmondom, hogy ezek között én szerintem akad egy-kettő, amit nem feltétlenül a természet produkált, illetve a földön kívülek, hanem maga a szerző, aki fölrakta, de nagyon érdekes, hogy milyen jelenségeket tapasztaltak meg az emberek, amiket rögzítettek is. Tessék! Thank you.
És akkor, ahogy említetted, nem biztos, hogy mindegyik az, aminek látszik. Előfordult, nyilván előfordult, hogy manipulálni próbálták a felvételeket. Szóval, most visszatérve erre, hát egy nem szakember, az hétszentségkör már, bocsánat a kifejezésért, nem tudja megállapítani, hogy ebből mennyi lehet valós, vagy mennyi kamu. Gabi, az interneten föl van ilyen felvételből most 10 000. 100 000. Naponta 100 000, akkor bocsánat, akkor te nyertél 100 000. Tényleg föl van ennyi felvétel. Mit nyertem? Gondold el, Gabi, gondold végig, hogyha ezeket a felvételket, ennek a feldolgozása, azok a szervezetek, amiket mi mondtuk, hogy a háttérben működnek, titkosszolgálatok, akiket érdekli ez a dolog, lehet, hogy csak azért érdekli, mert arra gondol, hogy ez esetleg a másik nagycsatoromnak egy titkos fegyveréről van szó, vagy eszközéről van szó. Ők, megvan a kapacitásuk, pénzük arra, hogy ezeket a dolgokat feldolgozzák. Az UFO kutatók, akik már nagyon-nagyon sokszor mondtuk, te is ismered Kristian Endre barátomat, igen, aki nálunk dolgozik szerkesztőként, ami a Magyar IFOR Alapítványnak a vezetője, ő gyakorlatilag saját idejéből, saját pénzén, saját lelkesedéséből, saját meggyőződéséből foglalkozik ezekkel a dolgokkal. De nem régen, csak 20 éve körülbelül. Még csak 20 éve foglalkozik, egy kicsit több, 89-ben kezdtem, most már 23 éve foglalkozik, igen, vele. Na de ez hihetetlenül behatárolja a lehetőséget. Magyarországon semmifajta lehetőség nincs arra, hogy erre mondjuk állami támogatást kapjon, mert amikor próbáltak hivatalos szervektől kérni, akkor hát kirögték őket. Azt mondták, hogy ilyen hülye, gagyi emberek ilyeneket. Nem, most komolyan ezt a választ kapta. Na most a más UFO-kutatók ugyanígy vannak, tehát sajnos nincs igazán lehetőség arra, hogy ezeket a felvételeket, amiket itt látunk, meg majd a következőkben is még látni fogunk, hogy olyan szinten ki tudják elemezni, hogy abszolút ki lehessen szűrni. Amit én mondtam, egyébként azok a nyilvánvalóan ostoba felvételek, de amikor itt láttunk, hogy az egyik repülőgépről egy égigyakorlat közben készíti a másikat, és látta, hogy ott repdes a valamit, és itt elhangzott a kedves operatőr kollégánk, és elhangzott, hogy úristen, milyen hirtelen ment. Tehát tényleg így van. Igen. Tehát olyan mozgással, ezek a klasszikus egyébként, a klasszikus leírásai más történetekben is, amikor onnan mondják, hogy ez biztos, hogy valami fajta nem földéretű dolog, akkor valami jön így függőlegesen, vagyis vízszintesen megáll, ami teljesen ellentmond a fizikai törvényének, majd függőlegesen fölül és eltűnik a légtérbe. Te tartozol azzal, amit felvettél. Igen. Én meg tartozom azzal, elfogom, amikor te hozod ezt a felvételt, nekem felvételem nincs, de el fogom mondani, hogy én mit láttam Torontóban egy 20 emeletes házerkélyen. Messzire jött ember, azt mondom, amit akar. Nem, messzire már... mentem. Messzire mentem. Mesélj már el most, Gabi, hát félre, szerintem egy percben belefér, vagy két percben. Nagyon érdekes. 30 másodpercben el tudom mondani, most arról jutott eszembe, hogy mutattad, hogy így, egy, stb. Megy. Késő este, sötét, és hát csillagok itt-ott voltak, de fényszennyezés nem volt, ahogy ezt mondani szokták, és egyszer csak megjelent az égbolton, nem nagyon magasan, 3 fénylő pont. Na most erre mindenki azt mondja, hogy a repülőgépnek az eleje, meg a két szárny, világítás, stb. Hogy bármire nem így néz ki egyébként. De mondom, ilyeneket mondanak ilyenkor, mert a bizt, mint ahogy látják, hogy ki van világítva a repülőgép, és a következő történt. Ez a háromszög, így mutatom, így ment, addig még lehet repülő. Az ez csak megállt. És akkor állt egy picit, majd fú, fölment. Igen. És akkor eltűnt. Na, mondom, ez hülyeség az egész. Majd egyszer csak így, meg így. És körülbelül, hát nem akarok hazudni, de olyan 8-10 figurát csinál, de mindig megállva, hirtelen elmenve, és amennyire, hogyha 3D-ben mesélem a dolgot, még meg is fordult így egyszer. De még fordult. És aztán egyszer csak egy megállás után olyan villámgyorsan eltűnt, hogy már szemmel se lehetett követni. Én ezt láttam. Na Gabi, most ebben az a lényeg, hogy ebből, amiket elmondtál, teljesen egyértelműen tűnik, hogy semmilyen olyan földi eredetű, földi építésű szerkezet nincs, ami ezt kibírná károsodás. Még a lopakodó sem. Lopakodó sem, persze. Hát egyenletesen el tud tűnni. A lopakodót is látná, mert a lopakodó csak a radarok szemmel tűnik el, tehát vizuálisan, de akkor is észrenél. Tehát ilyen mozgásra semmi sem képes, és arra szoktak hivatkozni egyébként az UFO-kutatók, amikor egyébként arra azért van energiájuk, hogy ezek közül a legismertebb eseteket, a leglátványosabb eseteket összegyűjtik, azért azt kielemzik, és azokat szokták egyébként időről időre a tudományos közélet elé tárni, amire csak ilyen enyhe mosolygás, igen, van, és akkor jönnek a különböző válaszok, hogy de hát hogy lehetne, és tudod mi egyébként a legfontosabb ellenért, hogy azt mondják, hogy kérem szépen, a világegyetem ugyebár fénysebességen, nagyobb sebességen nem lehet közlekedni, tehát semmifajta esély nincs arra, hogy bárhonnan bárki ide érkezzen. Válasz arra az, hogy ez egy végtelen nagy ostobaság, mindenki tudja, hogy létezik ezek a féregjáratok. Ez Stephen Hawking nevű úr, aki tolószékben van, nagyon sokszor találkozhattak vele a nézők is, aki a Newtonnak a tanszékén van, aki a legismertebb tudósok egyike, az
megállapította ezt, kidolgozta ennek az elméletét. És hát el kellene gondolkozni azon, hogyha van egy ekkora világegyetemünk, ami 12 milliárd fényév sugarú, akkor a két legtávolabbi pontja között nem is lehetne kapcsolat, ha nem lenne valami tér és idő nélkül alagutag, ami, és erről is majd szerintem majd érdemes beszélnünk. Ez tényleg azt jelenti, filmekben is bemutatják, hogy belépsz egy bizonyos ponton, majd onnantól kezdve a világegyetem másik pontján kilépsz belőle. E.T. jelez. Ez azt jelenti, hogy még szeretnénk képeket is mutatni. Úgyhogy menjünk tovább, tessék! Ez nem kérdés, csak úgy mondom, hogy ha berepül a légtérbe valahonnan egy tárgy, akármi, arra lövünk, mert nem sértette a légteret. Ez nagyon szomorú, így van. Na de. Még annyit akarok mondani, hogy van egy nagyon fontos dolog, ami sokat segít egyébként az UFO kutatóknak, meg úgy általában az embereknek, hogy elképesztő mennyiségű webkamerát helyeztek el a világ minden egyes pontján, tényleg a legvadabb helyeken is, hegycsúcsokon, meg síkterületeken, de rengeteg a közintézményeken, rengeteg van különböző terephelyeken, őrzővédő célból. Egyébként, bocsáss meg, egyetlen egy mondat, Budapesten nagyon sok van, nagyvárosban vannak webkamerák, hogy az utcákat lehet kirándulni. Budapesten nincs, mert itt mindenféle jogok miatt meg. Az
az lehet, de ezen kívül van olyan jó, kamera egyébként, amely megfigyelni bennünket, tehát ezt már elmondtam ezt, és amíg én eljövök itt a stúdióba, körülbelül 50 kamerának a felvételi vagyok. Nem, csak rajta. A turisztikai szempontból mondom, hogy végig sétálni kamerasegre a Váci utcán itt ott, amit de egyébként rengeteg webkamera van elhelyezve, enként a Várba is van elhelyezve, fönt is van Alázbásán is van, Gellért-hegyen is van, és ezen kívül millió, de magánszemélyek, közintézmények, cégek helyeznek el, és ezeken elképesztő mennyiségű felvétel van, és ebben rengeteg sok UFO-t találtak, tehát azt is mindig felrakják folyamatosan, mert itt akkor nem kell valakinek időt, pénzt, energiát fordítani, hanem az a készség úgy is működik, itt csak egyetlen probléma van, hogy a webkamerák többsége nem olyan felbontás, hogy profi minőségben tudja megörökíteni ezeket a dolgokat. Na, nem olyan régen említetted, hogy Ronald Reagan mit mondott. Olyan régen említettem, mert nagyon jó volt a szövjeti. Hát Ronald Reagan, akinek csak annyit kell, hogy aki nem ismer annyira, hogy a filmbejátszása, hogy Ronald Reagan, az SDI programot hozta létre, ez a csillagháborús terv néven vonult be a köztudatba, és mindenki meg volt róla győződve, hogy ez elsősorban az akkori Szovjetunió ellen hozta létre, tehát hogy a szovjet fenyegetettség ellen. Na most, hogyha megnézzük ezt a bejátszást, akkor kiderül, hogy Reagan igazából erről a dologról és erről a kérdésről miképpen gondolkodott. Perhaps we need some outside universal threat. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet, I ask you, is not an alien force already among us? What could be more alien to the universal aspirations of our peoples than war and the threat? And more secure for you and your children. I couldn't help at one point in our discussions with privately with General Secretary Gorbachev, when you stop to think that we're all God's children, wherever we may live in the world, I couldn't help but say to him, just think how easy his task and mine might be in these meetings that we held, if suddenly there was a threat to this world from some other species, from another planet, outside in the universe. We'd forget all of the local differences that we have between our countries, and we would find out once and for all that we really are all human beings here on this earth together. Hallott amerikai elnök Ronald Reagan. Nem, hirtelen egyébként hármat akartam egyszerre mondani, mint az előbb. Szóval valamiféleképpen tartalmilag már azt hiszem utalta arra, amiről a következő adásban fogunk beszélni, ugye? Hát igen, mert ugye a következő adásban rátérünk a Földön kívüli lényekre, tehát amikor már nem csak a járművekről, nem csak a nyomaikról van szó, hanem azokról a lényekről, akik ezekben a járművekben utaznak, és megpróbálunk utána nézni, hogy miért is vannak itt, mit akarnak a Földön, mi a céljuk vele, miért érkeztek ide, akár valami nagyon-nagyon távoli naprendszerekből is. Lényeket mondtál, tehát nem hozzánk hasonló felépítésű űrembereket, hanem bármiféle életformára gondolsz? Nem, Gabi, nem, ez nagyon érdekes egyébként. Én úgy gondolom, hogy azok tudják elhagyni egy bolygónak a felszínét, akinek megvannak azok a fizikai adottságai, és ezek a fizikai adottságaiban benne van a láb, kéz, bármilyen formában, lehet több lába, lehet több keze, de tényleg szükséges hozzá, ahhoz, hogy a saját környezetét úgy át tudja alakítani, hogy meg tudja építeni azokat a technikai eszközöket, amivel el tudja adni a bolygó felszínét. Van olyan elmélet, ami azt állítja, hogy gyakorlatilag világegyetembe hasonló antropoforf életformák alakultak ki, hasonlítanak hozzánk, hasonlítanak az emberhez. Tehát valamilyen formában, és ha megnézed egyébként a idegen lényekről szóló beszámolóknak a jó része, abban vagy kis szürkék szerepelnek, két lába, két kézzel, de vagy kevesebb, de csak négy ujjuk van, és nem ennyi van, vagy magas szürke lények szerepelnek, feltűnően emberszerűek, vagy szaurodszerű lények, de azok is olyan tulajdonsága, pikkelyesek, de azok is hasonlítanak az emberekre. Tehát a mi kapcsolatfelvétel szempontunkból ezekkel lehet kapcsolatot építeni. Elképzelhető, nagyon jól mondtad egyébként, mert elképzelhető, hogy olyan lények vannak, amelyek teljesen másképpen néznek ki, vagy másképp, de azzal viszont mi, mint emberek sem kommunikálni, sem kapcsolatba lépni nem tudunk. Hát akkor köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, kedves nézők, és akkor én csak annyit mondok, hogy egy hét múlva szintén pénteken este találkozunk, és megpróbálunk, ha csak virtuálisan is, de kezet fogni az idegenekkel. Köszönjük. Köszönjük.
A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen Magazin.